Dranyecsnyi jóval előnyösebb helyzetben, mint Palincsár. Ennek ellenére Palincsár elhozza a labdát, és ott van az egyenlítő gól, Futács Márkó. Íme, tempó előnyben van, azt csinál vele, amit akar. Ehelyett elveszíti a labdát, mindezért Palincsárt lehet dicsérni, és azért is, mert Palincsár hajszál pontosan teszi be a kapus és a védő közötti sávba.